Jól tudjuk azonban, hogy Erzsébet boldognak mondja őt, ahogy majd az ünnepi holnapi evangéliumban halljuk. Boldog, aki hittet, hogy beteljesedik benne Isten szava. És ő maga is, Mária is a Magnifikátban azt mondja, boldognak hirdet engem minden nemzeték mostantól fogva. A boldogságról Krisztus szava szerint, mert hallotta és megtartotta Isten szavát. Ma leginkább erről szeretnék beszélni, hallani, meghallani Isten szavát. Hallani és meghallani, illetve megtartani és megtenni, ezek logikus párok lennének az engedelmesség útja. De mi magunk tudjuk ezt, ez nem mindig megy. A baj ott kezdődik, hogy nem hallunk, vagy nem hallgatunk. Vagy csak a fülünkkel hallunk. Néha még azzal sem. Jól ismeritek ezeket a családi lemezeket, hogy te nem hallasz, fiam? Vagy te nem hallottad, hogy mit mondtak neked? A hétvégén érettségi találkozom volt, az egyik osztálytársam, aki orvos lett, meséli, hogy egy viccre válaszolva, hogy hát jönnek hozzá, és hozzátartozok az idős bácsi, nem hall jól a bácsi. Megvizsgálja. Nincs semmi baj a fülének. A fülének semmi baj nincsen. Erről megkérdezik, de hát akkor miért nem hall? És akkor megint megismétlik. A hallószerveinek és a fülének semmi baj nincsen. Ez azzal kapcsolatban jött elő, hogy melyik az a szentség, amely süketté teszi az ember. Egyesek szerint a házasság. És hát kiderül, hogy a házasság. És kiderül, hogy a fülének semmi baj nincs. És akkor persze vannak, akik fölmérgesednek, és azt mondták, de hát ezért fizetem én ezt a tévét, hogy maga ezt mondja neki, hogy a fülének semmi baj nincsen. Én nem mondhatok más, csak azt, amit láttam és tapasztaltam, a fülének semmi baj nincsen. Hát kösz szépen. És mondom, és azért van olyan, aki megérti, hogy miről van itt szó? Azt mondja néhányan, igen. Ez így van az élet más területén is. Ez egy nagyon jó védekezés. Nem hallunk valamit meg. Nem akarunk meghallani. Mit nem szeretünk meghallani? Általában azokat nem szeretjük meghallani, amik nem egyeznek meg az elvárásainkkal, a magunkról vagy másokról alkotott képünkkel. Nem szeretjük azt, hogy van bennünk olyan is, amit mi magunk sem szeretünk. Ezt végképp nem szeretjük hallani. És azt ne attól félünk, hogy amit tegnap Szent Bonaventurától idéztünk, hogy a szobrász az soha nem tesz hozzá semmit, hanem inkább eltávolítja azt az anyagot, amely elfedi a kőben lévő nemes és gyöngy.